Lisztrasz harmadik rész. Lisztrasz vezetésének 44 napja alatt szörnyű pofátlanságokat láttunk, ám az emberek többsége ezt észre sem vette. Az, hogy valakit a médiában agyonnyomnak, leköpködnek, megköveznek, az egy természetes folyamat, tehát ha valaki kényelmetlenné válik, akkor ráuszítják a médiát. Ez a világban mindenütt így van. Akár fasisztának is nevezhetik bárkinek, és utána megbuktatják szépen. Itt nem is ez volt a pofátlanság. Itt a szörnyű pofátlanság az volt, ami még soha nem volt a történelemben, soha nem volt Anglia történelmében, hogy Anglia legfontosabb bankjának vezetője, egy Bari nevű úriember, nyíltan ultimátumot tett le Lisztrasz elé, megmondta neki, hogy 2 heted van, hogy gondolkozz. Az egész financiális rendszer ugyanis ma abból tartja fenn magát, hogy pénzt ömlesztenek bele, kívülről. A bankok úgy általában alig-alig állnak a lábukon, közhiedelemmel ellentétben. Ezért, ha a központi bank azt mondja, hogy abba hagyjuk a financiális rendszer támogatását, kisebb bankok támogatását, akkor a gyárak megállnak, minden tönkre megy, az emberek az utcára kerülnek. És akkor Lisztrasz nem csak egyszerűen elveszíti a miniszterelnöki székét, hanem annál sokkal rosszabb is történhet. Ezt úgy mondják, hogy ez egy financiális detonátor. Jó, hogy tönkre mennek a gyárak, az emberek, és mindenki az utcára kerül. És önkedves barátom még mindig azt gondolja, hogy ez odafönt az irányítóink közül bárkit érdekel. Ez csak bennünket érdekel, hiszen mi vagyunk a kis emberek. Őket ott nem érdekli. Ők másképp gondolkodnak. Megyünk tovább. Tehát Nagy-Británia teljesen tönkrement volna. Nagy-Britániában a nyugdíjak eltűntek volna véglegesen, bár ott még mindig sokat romlott a nyugdíjasok helyzete. Kérem, ha egy kedves nyugdíjas néz engem, ne mosolyogjon, mert tudjuk, hogy ezért nálunk ahhoz képest még mindig rettenetesen rossz a nyugdíjasok helyzete, tehát azért ott mások a fogalmak Angliában. Hát amilyen rossz nálunk, sajnos, az nem tudom, hogy van-e még olyan a világon. De most nem ez a téma. Tehát Angliában vannak olyan obligációk, amelyek fenntartják a nyugdíjas rendszert. Ezek az obligációk a központi banktól függenek. Illetve attól, hogy ő mennyi pénzt önt beléjük. Reális vevő kevés van ezekre az obligációkra, de a központi bank nagy mennyiségben vásárolja őket. Ezért, amint a bankvezér ezt az ultimátumot feltette, abban a pillanatban az obligációk aktívuma csökkenni kezdett az értéke. Tehát likvid aktívok árban csökkenni kezdtek, ilyenkor a nyugdíj alap kötelező jelleggel el kell, hogy adja őket. A piacon játszó játékosok meglátják, hogy ezek az aktívokat eladják, meglátják, hogy az obligációk ára csökken, erre ők is elkezdik minél gyorsabban eladni az obligációkat, tehát így beindul a hegyomlás. Az angol nyugdíjrendszer összeomlásáig néhány nap maradt. Az angol financiális rendszer összeomlásáig, illetve az egész világ financiális rendszerének összeomlásáig, néhány nap maradt. Ez az egész úgy is bekövetkezik majd, de itt megtörtént volna néhány nap alatt. Egy paraszthajszálon múlt tulajdonképpen, hogy az egész világ financiális rendszere fel nem robbant ettől a financiális detonátortól. Ez még arról is szól, hogy mennyire fontos volt megbüntetni Lisztraszt, tehát őket még azt sem tartotta vissza, hogyha a világ financiálisan idő előtt felrobban. Nekik sokkal fontosabb volt az, hogy megbüntessék Lisztraszt, hogyha kell, és megmutassák az ő példáján, hogy egyetlen vezető sem adhat a népnek pozitív csomókat, amiket ők nem engedélyeztek. Köszönöm szépen a figyelmüket, kérem lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornára, mert akkor a következő gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!